Vica, gyere már! Vica! Mit lehet tőle tanulni? Nézd meg ezt a bakhanáliát, amit szervezett itt nekem Cserhalmi Gyuri. Hát ez egy szabad ember. Mindent meg lehet tőle tanulni. Azt, hogy jó vidékinek lenni, azt, hogy jó pestinek lenni, azt is, hogy jó magyarnak lenni, és azt is, hogy lehet úgy is hinni, ahogy ő hisz. Olyan nő, mint egy ilyen vadló, akit nem nagyon lehet igába hajtani. Úgyhogy ezt mindenképpen, és az, hogy a humor az milyen csodálatos hajtóerőként tud működni. Ilyenfajta ropogós, szuper tehetségeket keresünk, mint az a szőrök. Hogy a sírásnak biztos vannak technikái, de a lélektana sokkal fontosabb, mint a technika. És ezt Vicuska nagyon jól tudja. Minden, amit meg lehet tanulni, azt ő nem tanítja. Minden, amit meg nem lehet tanítani, azt meg ő tanítja. Ez a legfontosabb. Na, ezt imádom. Például szerénységet. Például teljesen őszinte mosoly. Például azt, hogy kell egy ilyen szituációba viselkedni. Tudni, ezekre a kérdésekre alig van válasz. Hihetetlen, milyen az ő tudása és figyelme a másik iránt. És azt gondolom, hogy ez a szakma ez nagyon, nagyon igényli ezt a fajta figyelmet. Bejön valaki, és ő már egy ilyen teljes látleletet, egy korképet ad az illetőről. Az, hogy ennyire rá tud csatlakozni zsigerileg, az a figyelem, amivel ő van a másik iránt. Szerintem még nem is láttam ilyet nagyon, mint amilyen a Cserhalmi György. Jöttek minél többen, mert szeretnénk mi is tanulni, nem csak ti.